1970-ben épült a jelenlegi nővérszálló, ahol mintegy 70 nővér lakik két fős szobákban. Van, aki már 10 éve állandó lakó itt. Mivel nagy az igény újabb férőhelyekre, szükségessé vált egy új építése a régi infektológia helyén. Közel 45 nap alatt sikerült teljes mértékben elbontanunk az épületet, és most a sávalapozás is megtörtént, és jelenleg a talp gerendát betonozzuk. A József András Oktató Kórház korábban a megyei önkormányzat fenntartása alatt állt, emlékeztetett a megyei önkormányzat elnöke. Sesták Oszkár azt mondta, öröm látni, hogy a korábbi fejlesztési tervek megvalósulnak. Örömmel láttam, hogy azok a terveink, elképzeléseink, amik 10-valány évvel ezelőtt elképzelések voltak, tervek, ugye az első a szívcentrum itt a kórház területén, aztán a tömkórház projekt, de beszélhetnénk az oldalról, vagy akár a parkolóházról is, amelyek manapság már ide jövők, itt ellátásra szorulók, vagy itt dolgozók számára napnál világosabbak és természetesek, azok megvalósultak az elmúlt 10-valány évben. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere úgy fogalmazott, folyamatosan szükséges segíteni az egészségügyi dolgozókat. Ez a fejlesztés is ebbe a sorba illik. Ez a nővérszálló is arra ad lehetőséget, hogy itt dolgoznak, és nem nyíregyháziak, távolabb laknak, itt kapnak a közvetlen a munkahelyükön jó feltételek mellett lakhatást, és ez kihat a gyógyító munkában is, tehát az ágy melletti munkát is nagy mértékben segíti. Az alapkőletételen elhangzott, a betöltetlen állásokra jelentkező szakápolók számára különösen fontos, hogy milyen lakhatási feltételeket tud biztosítani az intézmény. Jelenleg 110 szakdolgozói állás helyre várják a jelentkezőket. Ez a beruházás úgy tűnik elsőre, hogy nem direkt a betegellátás céljait szolgálja, de mi tudjuk, hogy nem így van. Hiszen azáltal, hogy megfelelő áron, magas színvonalú szállást tudunk biztosítani munkatársunknak, abban bízunk, reménykedünk, és tudjuk, hogy így is lesz, hogy még több munkatársat tudunk az intézményünkbe vonzani és megtartani. Szűcs Attila főigazgató úgy véli, a két nővérszálló párhuzamosan fog működni a jövőben. Ez az új épület 24-27 négyzetméter fürdőszobával, mindennel felszerelve, légkondicionált szobákról beszélünk, ugye a dizájn felvéken is látik, hogy nagyon modern, szép épületről van szó, ez egy más minőség, egy szoba két fő elhelyezésére lesz alkalmas, akár családok is lakhatnak majd itt. Meglátjuk, természetesen ez már egy modern körülményeknek megfelelő épület, de mind a két épületre remélem is, hogy szükségünk lesz, hogy mindenkit el tudjunk helyezni. A 27 négyzetméteres minigarzon jellegű kétfős szobák 118 fő számára nyújtanak majd teljes komfortos lakhatást, saját főzőpulttal és mosdóhelységgel. A beruházás a tervek szerint a jövő év végére készülhet el.